Helytől tényleti órára érkeztek a Csenki Imre Művészeti Iskola diákjai az elmúlt héten a Városi Könyvtár olvasó termébe. Az iskola kihelyezett szolfés órát tartott az intézményben, a zeneiskola által hirdetett versenyre való felkészülés jegyében. A könyvtári órán Csenki Imre karnagy zeneszerző munkásságát, életútját idézték fel közösen az általános iskolás diákok, valamint megtekintették a hagyatékát is. Iskolánk 15 éve vette fel Csenki Imre nevét, ez alkalomból egy ünnepélyes versenyt, vetélkedőt szervezünk a zeneiskolás gyerekeknek, aminek a helyszíne a múzeum lesz, valószínűleg 25-én kedden, vagy előző nap 24-én hétfőn, ez még attól függ, hogy a meghívott díszvendégünk, akinek a nevét nem szeretném most elmondani, de ismerte személyesen Csenki Imrét, és a Tücsök és a Hangyák ősbemutatóját ő dirigálta Debrecenben a Csokonai Színházban. A mai nap ide jöttünk a Városi Könyvtárba, hogy megnézzük, hogy milyen Csenki Imrével kapcsolatos hagyatékokat, illetve dokumentumokat őriznek itt. Találtunk korábban újságcikkeket, illetve én innen kölcsönöztem könyveket, és vittem be szolfés órára, hogy a diákok megismerhessék a Csenki Imre életével kapcsolatos műveket. 1999. októberében vette fel a város zeneiskolája Csenki Imre nevét. Csenki Imre püspöklány szülötte, a magyar vidék etérségének kimagasló, a mai napig egyetlen európai szellemiségű zeneművésze, karnagy zeneszerző, népzene kutató, tanár, Kossuth Díjas kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes énekkarának alapítója, művészeti vezetője, éppen ezért fontos, hogy a diákok ismerjék az ő munkásságát. 1912. augusztus 7-én született itt Püspökladányban. Édesapja hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül neves tanítója volt itt Püspökladány városának. Csenki iskola is van itt, a Csenki utcát is neveztek el az idős Csenki Imréről. És az ifjú Csenki Imre már fiatal korában zongorázni tanult. Édesapja szerette volna, hogy zongoraművész legyen, ezért Debrecenbe járt a kis Csenki Imre zongorázni. Hamarosan Bartókhoz ment meghallgatásra, Bartók tehetségesnek ítélte, és felvételt nyert Budapestre a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol nem tudott Bartóknál zongorázni, mert Bartók éppen törökországi népdalgyűjtő útra ment, és ezért egy másik tanárhoz került. Ő vele nem igazán jött ki, viszont volt egy nagyon fontos fordulópont itt az életében, Kodály Zoltánhoz járt népzene órára, és Kodály Zoltán óriási hatással volt rá. Van egy anekdota is, amit most elmondanék. Kodály Zoltán nagyon szigorú tanár úr volt, és Csenki Imrének egyszer ötöst adott, ami nagyon nagy büszkeség volt Csenki Imre számára. Ezt azzal érte el, hogy Püspökladány környékén Csenki Sándorral, testvérével cigány népdalokat gyűjtött, és 100 népdalt tett le Kodály Zoltán tanár úr asztalára, és így kapta meg a kitűnőt. Azt gondolom, hogy Csenki Imre élete és munkássága nekünk egy példaértékű dolog, és úgy gondoltam, hogy most, ha már egy ilyen alkalom van, hogy 15 éve vettük fel a nevét, a gyerekeknek illendő lenne kicsit behatóbban megismerkedni az ő életpályájával, azzal a hozzáállással, amit a zene iránt mutatott, és ez számunkra egy példaértékű. Szeretném, hogyha gyerekek valamennyit merítenének ebből, és az életük során tovább is tudnák ezt használni. A helytörténeti könyvtári foglalkozást Tányér József tartotta, aki először arról beszélt a diákoknak, mi is az a helytörténeti óra, s milyen gyűjteménye van a Városi Könyvtárnak. A felnőtt könyvtáron, a gyerekkönyvtáron kívül van egy helytörténeti termünk is. Az itt a folyosónak a bal oldalán van, amikor beléptek, a gyerekkönyvtár mellett. Ez a helytörténeti szoba. Mit gondol, hogy miért helytörténet, vagy miért helyismeret? Mit jelenthet ez? Azért, igen? Mert még a Püspökladányban történtek, azokat az emlékeket őrzik. Nagyon ügyes, igen. Még valaki esetleg kiegészíti. De szerintem nagyon ügyes, és mik őrzik? Tehát mik lehetnek abban a szobában? Igen. Szobrok, vázak, könyvek.
Hát szobrok nem nagyon, kétek a szobrokról, de jó, mert a múzeumban lehet szobor, vázad, mert a múzeumban is fogtok menni, de nagyon jó, tehát a könyvek, de akár amit itt láttok, hanglemez nem nagyon, de DVD-nk van, vagy még képeslap, fotó itt Tamás kollégámnál, vagy akár meghívó plakát, ezek vannak a helytörténeti teremben, majd a könyveket itt közreadom mindjárt, meg azokat a fotókat, amiket a helytörténetből hoztam ki. Ugye, de újságcikkeket is őrzünk, és annak is nagyon örültem, hogy egy Csenk Imréről, amikor megkeresett tanárnő, más könyvtárakból is kérünk segítséget, tehát a megye könyvtára, nem csak a megye, mert van a könyvtárban, tehát a megyei könyvtárral vagyunk első körben kapcsolatban. Mit gyűjthet még akkor a könyvtár? Már egy félig meddig ki is mondtam. Vagy a Csenk Imre. Igen, a Csenk Imre Karnagyúró. Igen, nagyon jó. Tehát zenei hanglemez, vagy már most ugye a DVD, tehát digitalizálja, CD-re érje a zenei anyagokat, és akkor Csenk Imre kapcsán ugye ilyen dolgokat is gyűjthet. Az interaktív foglalkozáson a gyerekek megismerkedtek a kézikönyvek, szaklexikonok használatával, emellett pedig zenehallgatásra is sor került. Kihoztok nektek egy pár úgynevezett szaklexikont, és akkor a lexikonban vajon hogy kell keresni? Az előbe át. ABC. Így van, az lexikonban is ABC. A tetején ugye a lapnak van egy ünnelet szócikk, ami segít, hogy hamarabb megtalálját ugye betűrendbe. Ő nyilván a C betűnél kell keresni, és akkor én ki is hoztam nektek ezeket a lexikonokat. Kihoztam az életrajzi lexikont egy csoportnak, van akinek a magyar negy lexikont, és akkor elmondom, hogy mit miért ide is jut, jó? Adok egy kicsit csodát, oda tovább, ide. Itt hagyok egy zeneit is, ide még viszünk egy azt is, akkor ide is lehet egy zeneit. Hát itt kaptatok kettőt, itt még ezt itt hagyom. Felérhető a feladat, felérjátok, igen, megtaláltatok, milyen lexikonban találtátok meg a születési adatát, és hogy ez szaklexikon-e vajon, vagy általános lexikon, tehát ismert ez a lexikon, vagy általános-e. És még azt is mondjátok el, hogy véleményetek szerint mit tartalmaz, ha megkerestek Csenk Imrét egy lexikon, regényt találtatok egy Csenk Imréről, de 100 oldalt találtatok-e, vagy mennyi anyagot, és hogy mit tartalmaz erre, mondd a segítek is ugok, hogy mit találtok meg róla, milyen információt, életrajzi adatot találtok, megtaláltok, hogy mikor született. Zenei vagy ilyen szaklexikon, neked is az életrajzi volt, ugye? Jó, felérted, ugye, tehát az így. Jó, volt valaki a zenei lexikon, igen, jó. Igen, mondd, felérted a címét, igen, zenei. Zenei lexikon. Csenk Imre 1912-ben, 8. hó 7-én Püspökladányban született. Testvére Csenki Sándor, aki cigán népdalokat gyűjtött, és testvére Imre megzenésítette. Csenk Imre énekkaraival számtalan európai és Európán kívüli államban vendég volt. Jó. Ez a négy vidám népdal. Jó, ez a négy vidám népdal, ezt is jöhetne adom. Jó, és akkor ezt ide nekem tudjátok. Egyet hoztam, ami a Dino, hogy ezt már megismerjük, és már érte. Nem tudom, megvan egy ideját. Az órán Vitális Éva tanárnő megmutatta a diákoknak azokat a zenei anyagokat is, melyek Csenki Imre műveit tartalmazzák. Majd összegezték a diákok, milyen új ismeretekkel gazdagodtak az órán. Mit tartok a kezemben? CD-lemez, nagyon jól mondjátok. Az Ecseri Lakodalmas a címe. Mond nektek valamit ez a név? Szolfézsóráról? Hát mit látunk rajta, Alex? Mit látunk? Táncolt. Hát mi köze van a táncnak Csenki Imre művészetéhez? Kik voltak a táncosok, akikkel együtt dolgozott? Hát a Magyar Állami Népi Együttes volt, igaz? Nekik írták ezt az Ecseri Lakodalmast, és ha kinyitom, akkor ha sikerül,
Sikerült. Akkor egy gyönyörű fényes korongot látunk a tokban. Mindenki látja. És ez már nem mágnesesen rögzített hangzóanyag, hanem mai kor újdonsága a digitális hangrögzítés. Ezt a szót ismeritek, ugye? Digitális. Már most sok minden digitális. Tehát ez egy sótartó, alul egy kis fiókja van, gyönyörű mintázat, fából készült és faragott díszítés, Kalotaszegről való Erdélyből, és a Néprajzi Múzeum gyűjteményében megtekinthető. Ha eljöttök majd velünk Budapestre opera látogatásra, és lesz alkalmunk újra elmenni a Néprajzi Múzeumba, akkor ott igaziból is láthatjátok ezt a kis kedves és gyönyörű fali tárgyat. És azt tudom mondani így utolsó mondatként, hogy amennyi díszítés van ezen az apró kis fatárgyon, és amilyen szeretettel díszítették, ugyanígy dolgozott Csenki Imre karnagyként. Ugyanilyen precízen, ugyanilyen színesen, és ugyanilyen értékőrző módon. Szeretném, hogyha elmondaná valaki, hogy mit tanult ezen a mai foglalkozáson. Miért volt hasznos? Egy-egy mondatot mondjatok. Alex? Azért, mert sok mindent tudtunk meg Csenki Imréről, amit eddig még nem ismertünk. Igen, és mit tudtatok meg? Ki válaszolna még? Ha bemegyünk a könyvtárba, akkor mi azt mit kell csinálni? Csinálni. Csinálni, így van. Hol tudtok? Tájékozódni. És miket ismertetek még meg? Érdekes régi dolgokat ismertünk meg. Igen, meséljél egy pár régi dologról, ami a kezedben volt. Kazetta, hát CD, hát a könyv, lemez. Lexikonok, ugye a polcokról, amit Józsi bácsi a kezetekben adott. És ügyessen, tényleg én is megzítsebben. Az általános iskolás gyerekek a foglalkozás után riporterünknek elmondták, jól érezték magukat az órán, és azt is megtudtuk tőlük, miért szeretnek zeneiskolába járni. 4 éve járok Hegedűre. A Csenki Imre művészeti iskolában lesz egy Csenki Imrével kapcsolatos vetélkedő, és róla lesznek feladatok, és csapatban kell lennünk. 4-en leszünk a csapatban, én és 3 évfolyamtársam. Mit tudsz Csenki Imréről? Tudod-e, hogy ki volt ő? Egy híres zeneszerző volt, és karnagy. 3 éve járok népi hegedűre. Hogy tetszik neked? Miért szereted, miért ezt a hangszert választottad? Azért, mert előtte jártam néptáncra, és a zenekarhoz nagyon megtetszett a hegedű, és arra szerettem volna járni. Miért érkeztetek ma ide a zeneiskolába, vagy a zeneiskolából ide a könyvtárba? Azért, mert a zeneiskolának lesz egy versenye, és itt lesz egy felkészítő óra. Csenki Imre életrajzát megtanultuk, meg könyveket is mutattunk, amiben neki a művei vannak. Tányér József a Városi Könyvtár tagintézmény vezetője elmondta, a mai órát, illetve egyéb más jellegű könyvtári foglalkozást is hosszas felkészülés előz meg. Ilyenkor a megyei könyvtárból is kérnek segítséget, illetve átnézik a helyi vonatkozású gyűjteményeket is. Örülök, hogy abban segítettünk, illetve köszönöm ugye más könyvtárnak is, a Mélius könyvtár, olyan folyamatokban például a Konfesszió, vagy a Tisztántói Református Egyház, hiszen tudjuk, hogy a kollégiumhoz kötődik, az idős Csenki Imre ugye néptanító volt, és jelentek meg ott cikkek, folyamat cikkek, és ezeket szkennelve, ezeket az anyagokat rendelkezésünkre bocsátották könyvtárközi kölcsönzés útján. Kifejezetten arra kért, hogy a könyvtárnak a szerepéről, mint ugye a helytörténeti gyűjteménynek, hogy milyen fontos szerepe van, milyen anyagokat őrzünk Csenki Imréről, gyerekeket egy kicsit tájékoztatni, illetve egy lexikon használatra, hiszen zenei lexikon, életrajzi lexikon, magyar nagy lexikon is tartalmaz az ő nevét, illetve pedagógusok arcképcsarnoka, mind az idős, mind a fiatal Csenki Imre karnagy úr, és akkor ezeket a folyamatokat én bemutatom a gyerekeknek, könyveket, belelapoznak, hogy megkeressék, tanulják a kézikönyv használatot, hiszen ez is nagyon fontos, és ez a mai alkalom erről.
erről szól egy ilyen kis könyvtárszállati helytörténeti óra. Az intézményben nagyon népszerűek a különböző könyvtári foglalkozások. A gyermekkönyvtárban kézműves foglalkozással egybekötött órákat, míg a felnőtt részlegen könyvtár használati órákat tartanak az intézmény dolgozói. Én nagyon örülök ezeknek az óráknak, tehát jelentkeznek be iskolák, főleg a gyermekkönyvtárba, és ott évszakokhoz kötődő, ugye az ősz, de majd most lassan az advent, tehát voltak óvodai csoportok, iskolai csoportok, középiskolások így megjelennek, illetve ők beszoktak jelentkezni könyvtárszállító órára, főleg amikor ugye szünet van náluk, a középiskolásokat is inkább vonzák be, mert ugye, hogy ott van a mai digitális korszakban az internet, tehát idézve sajnos, ugye megcsinálják otthon a házi feladatot felkészülni, de ez nem pótolja a könyvtár használatot, a könyvtári kézikönyvekben való keresést, és azért eddig is jelenző volt, tényleg a kollégiumi csoportok jöttek a középiskolára, igénybe veszik, de majd szeretném ezt egy kicsit még felfrissíteni. Meg volt azért olyan óra itt akár az irodalmi keringőben, ami most 6-án zárult, hogy jöttek be tanárokkal szövegértés fejlesztő képzéseket tartani, akár a Calvin Tériskolából. Tehát olyan is van, lehetőséget biztosítunk, hogy nem a könyvtáros, hanem a tanár tartja meg az órát. Tagintézmény vezető úrtól megtudtuk, a könyvtár helytörténeti gyűjteménye, dokumentumai Püspökvárány történetéről, múltjáról, jelenéről tartalmaznak változatos információkat. A részleg állománya helyben használható, az olvasóterem alkalmas kutató munkához, szakdolgozat, házi dolgozat anyaggyűjtéséhez, megírásához, illetve bármely Püspökvárány és környékével kapcsolatos versenyre való felkészüléshez, tájékozódáshoz. Ez nem kölcsönezhető, még rövid időre sem, hiszen védett, tehát eltörténeti könyvek, ha nem is olyan régi, jó, vannak régi kiadású könyvek is, de akkor is tud a helytörténet része. Ugye a könyvek, illetve folyóiratok, sőt vannak CD-ink, DVD-ink is, ezt majd most ugye, hogy az új szkenner megérkezett, tehát a digitalizás fel kell egy kicsit fejleszteni, tehát megvan ugye akár a dorogi konferenciáról az anyagok, fotók, ugye ez is a helytörténet része, vagy a meghívók, apró nyomtatványok, érve megvan a 37-39-ig a püspökadányi híreknek a fénymásolata, tehát sok ilyen értékes anyag van, nyilván gyűjtjük a püspökadányi híreket, a helyi lapokat, ez is hozzátartozik a helytörténeti gyűjteményhez. Ugye itt volt 2012-ben Csenk Imre Kanúgy a 100 éves születéséről a rendezvény, tehát itt is fotóanyag, itt akkor is partnerek voltunk. Nyilván egy intézményegység vagyunk most már a múzeummal, tehát még inkább szorosabbá válik ez a partnerség, tehát a eljövendőben is emlékezünk városunk vagy a kistérség híres szülöttére, ez elengedetlen feladat, hogy összedolgozva a múzeummal, a közművődéssel rendelkezésre bocsássunk anyagokat, és akkor ezáltal is tudjuk színesíteni a rendezvényeket.